Akár triatlon tábornak is hirdethette volna nyári összejövetelét az atomerőmű esek kajakkenu szakosztálya. A 60 gyermek ugyanis minden nap kerékpározással kezd, majd a vízen folytatja, levezetésként egy kis futás következik. A vízi foglalkozások alkalmával játékosan szoktatja a folyóhoz a táborozókat a Bedecs, Fejl, Tóth, Metzger edző négyes. Az elsődleges cél nyilván az, hogy megtanítsunk minél több ifjú növendéket a vízen járni, tehát az, hogy stabilan tudjanak ülni, illetve térdelni a kajakban, illetve a kenuban. Ez helyel közel meg is valósul, mert szinte az első pillanattól kezdve nagy fegyelemmel viseltetnek a gyerekek a Duna iránt, és tényleg maximális fegyelem mellett tudunk közlekedni. Tavaly ősszel sárkányhajó csapatot is verbubált az ASE, így a többüléses járműben is vízre szállhatnak a gyermekek, de később ők is kipróbálhatják a kajakot és a kenut. Nisztor Bence és Sebestyén Csenge a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai, előbbi térdel, utóbbi ülhajójában. A két tehetséges fiatal örömmel jelentkezett a nyári táborba. Már a harmadik tábor ez, amiben eljöttem. Amúgy már első után elkezdtem kenuzni, és azért jövök, mert egyrészt nem lehet kihagyni az edzéseket, másrészt meg jó móka is. Én nagyon szeretem a vizet, mi nagyon sokszor járunk a Dunára, és engem mindig is vonzott a víz is, és akkor egyszer csak elkezdtem kajakozni. És hát nagyon megtetszett, és már 4 éve kajakozom. A szabad foglalkozások legnépszerűbb elemei a kerékpározás, társasjátékozás, lábtenisz, valamint a foci, de a szerdai madocsai bringatúra, horgászat és szalonnasütés is remek elfoglaltság volt. A program a mai nappal nem zárul le, a következő 2 hétben is tart a kajak, kenu és sárkányhajó tábor az atomerőmű esett csónakházában. Figyelem! 3-ra, hogy mennyi frak lesz a hajóba, szeretném hallani, jó? Egy vakáció! 1, 2, 3!